most mindegy, szóval 34, vagy csomó esetben 40. Jó, persze nincsen feketeség a képernyőn, ugye látjátok, hogy csak a szinkron miatt van, amúgy igenis, hogy tűéles képe van. Mondjuk Lucky Gold Star, azt sajnos így is látja mindenki. Négy, ezt lecsukom, és hogy van? Tehát frankó, tehát 1280, mindjárt összeáll. 1280x1024, majdnem HD, 60 Hz-en is, és tényleg szép képe van. És a teljesítmény se le lehet panasz, mert ilyen 30-40 FPS között van valahol, és nagyon szépen megy. Mondom még egyszer, ezt a csíkot ne nézzétek, mert ez a szinkron miatt van, de szép. Tehát nem okoz hibát, gyors reagálású, akármi, mindegy. Szóval tök jó, ezt most így bezárom, mert ez csak egy teljesítményteszt akart lenni. És ez most jelenleg a helyzet, tehát itt van a felbontás a tetején, 1280x1024, ennél többet nem tud. A gépben most egy E6300 van, meg egy PCI Express végjámi DDR2 társítással hajtottunk meg. Van egy Linux Mint 18.3-as, ami 64 bittel megy, és egyszerűen hibátlan. Tehát a teljesítménye bőven több, mint az elfogadható. Na, ez az egész videó arról fog szólni, hogy most hogy állunk éppen így per pillanat. Van már három számítógép, tehát itt van egy, ott van még egy, ahhoz LCD monitor van, meg itt van a harmadik, ugye, amit most mondjuk így fejeztem be. Na, kaptunk egy olyat, amit nem tudtak használni, egy 957-es, nem tudom, látjátok-e, tehát egy 957-es MB, aminek az a hátránya, hogy ehhez kell egy USB, egy AUSB, és akkor tudja az 1600x1200-at, amúgy 20 kiló, tehát olyan nehéz, mint a dög, kell hozzá egy AUSB. Ha nincs benne USB beledugva, akkor 1024x768-at tud a csávó, tehát a mérnökök egy kicsit azért benézték ezt a dolgot. Mindegy, tehát van három komplet számítógép, ezt közben így leállítjuk. Ne, már rá, kész van, így. Ennyi, leállt. Kész, nagyon jó. Tehát mondom még egyszer, tehát egy gép, kettő gép, és itt az asztalon a harmadik. Ott hátul vannak még gépek, ezek kész vannak ugyan, de nincs hozzájuk monitor. Mert úgy van, hogy azt a monitort nem tudom elindítani, mert nincs hozzá USB. Ez az egy, ami itt van, ez a kis szerencsétlen 1024x768-as, ez egy teszt monitor, és azért használom arra, mert van rajta hangerő, tehát ilyen hangszóró van az alján. És rendesen be lehet vinni a hangot, és akkor ki lehet próbálni, mit hogyan megy. Ezek a gépek, amik itt vannak, vinyóra várnak, mert az összes többi funkció kész van. És hogy van? Ja, itt van. Itt vannak a vinyók, és ezeknek egy jó nagy része csak teszt. És itt is látjátok, hogy a 32-es, illetve a 64-es rendszereket tesztelünk, és akkor ezek a vinyók, amik ki vannak pipálva, ezek kész vannak, ezek fognak majd beülni valamelyik gépbe itt felül, valamelyik Celeronba, mondjuk ebbe a 22-esbe. És ugyanúgy nem lesz több monitorom. A helyzet jelzés tehát a következő. Nincsen monitorom, amit ki tudnék vinni a géphez. A gépeket nem tudom kivinni sehova, mert nem kell senkinek. Nincsen csak egyetlen egy darab teszt PCI Express-es videókártyám. Ez egy X300-as egyébként, az egyik legmegbízhatóbb széria, mindegy. Nincsen Express-es videókártyám, nincsenek működőképes billentyűk és egerek, tehát nulla, jó, tehát nincs. Ami van, az meg USB-s, és hát volt egy pár teszt, amin eldőltek a srácok, úgyhogy nem igazán megbízhatóak. Ami megbízható, az meg már be van készítve, hogy elviszik. Úgyhogy ez a helyzet. Jó? Nincsen videókártyám, nincsen egér, nincsen billentyű, és nincsen monitor. Jó? Ez itt a monitorok helye. Amit itt mellette láttok, persze az ilyen régebbi típusú tévé, olyan erős mágnessel, hogy a mi monitorjánkat hozzá se lehet tenni, mert elhúzza a képet. És ezek itt az üres házak,
elvileg ezt így is látjátok, tehát itt semmi nincs benne, jó? Pár kábel, meg csótány, meg mit tudom én, de nincs semmi más mellette. Jó? Úgyhogy ennyi. Köszönöm szépen, hogy ezt a videót is marha lelkesen megnéztétek. Köszönöm azoknak, akik eddig támogattak, hát mondjuk az ugye elég kevés volt, igen. És köszönöm azoknak, akik ezen videó hatására gondolkoznak el azon, hogy kellene keresni olyan családot, akik rászorulnak egy számítógépre. 2 héten keresztül próbáltam mindenkit előkeríteni, és mindenki azt mondta, hogy majd. Úgyhogy senki nem segítette, a gépek még most is itt vannak, úgyhogy ez jelenleg a legnagyobb gondom. Ezt a 3 gépet, ami itt van, ki tudnám osztani, és mondjuk lenne családolva, ki lehetne osztani, az itt tök jó lenne. Itt egy jó kis szemüveg. Jó, nincs benne lencse, tehát így át lehet nyúlni, de amúgy vicces. Na, úgyhogy köszi szépen, ugye én vagyok a farkas, ezt elvileg jól látjátok. Úgyhogy ez a pálya. Úgyhogy innen csinálok egy ilyen végső fotót, hogy haha, tök jó, hogy kész a műhely, de a műhelynek nem az a lényege, hogy a műhely van. A műhelynek az lenne a lényege, hogy a gépek ki is kerülnek innen. Ja, ez meg kérdőjeles lett, mert egyszer csattant egy akkorát, hogy ez borzasztó. Ez kérdőjeles lett az a táp. Na, úgyhogy köszönöm még egyszer. Aki tud segíteni, az kérem segítsen, jó? Főleg azoknak, akik nincsen számítógépe, és tudja, hogy marha jól elférne ott náluk egy ilyen.